Városszerte mintegy 1500 gyermek és diák kapta ugyanazt a menüt az óvodai, illetve iskolai menzákon január 10-én. A mai menü a Dombovári Egészség nap keretében zellerkrém neves zellerkockákkal, grillezett csirkecomb, almával párolt nyilakáposzta, steakburgonya és répatorta. Igyekszünk minden nap a gyerekeknek egészséges ételt adni, ugye az EMI rendelet is ezt kívánja tőlünk, és mi is ezen vagyunk, hogy mindig egészségeset egyenek. Hát a mai nap egy kicsit másabb annyival, hogy a répatortát is betettük a menübe. Az óvodások és az általános iskolások pedig vitaminos szívószálat kaptak a menühöz, tette hozzá az élelmezés vezető. Az úgynevezett kajanap ötletét Dombovár polgármestere szolgálmazta, a cél felhívni a figyelmet az egészséges táplálkozásra és arra, hogy a dombovári konyhák ízletesen és finoman főznek. Főleg a szülőknek szeretnénk sugalni, hogy gondolják végig azt, hogy mennyire jó az, hogyha a gyermekük a zseppénzüket felhasználva, vagy amit otthonra elhoznak, inkább a büfében chipsre, kólára költik, ahelyett, hogy megfelelő főtételt, levest, megfelelő tápanyagú ételt fogyasztanának. A városvezető történelmi jelentőséget is tulajdonít az eseménynek. A január 10-i dátum az egy célzott nap, hiszen ma van pont egy éve, hogy jogerősen lezárult az a per, melyet aljas módon egy fideszes önkormányzati képviselő cége, Tóth Zoltánnak a cége indított a gyermekétkeztetési intézményünk ellen. A képviselő cége valamivel több mint 3 millió forintot követelt az integrált önkormányzati szolgáltató szervezettől, ám a pert első és másodfokon is megnyerte az alperes önkormányzat. A képviselő testületünk javasolni fogja, hogy a városi egészségfejlesztési tervbe ez a nap kerüljön be, és minden évben meg fogjuk ünnepelni ezt a győzelmet.